Na, jó reggelt! Kedves banyasz kollégák! <laughs> Milyen helyzet oda a mélybe? pattognak -e a csákányok? <laughs> elég jó nap ma a banyába, gyerekek. Egészen jó nap volt. 500 hessel hessegtetünk. Hesseg Mind a négy banyagép elég jó menjen, hogy láthassátok. Jó, ja, volt egy kis, egy kis, downtime, de, de nem sok itt volt. Te alább mész meg lehet nézni, tehát itt... Ja az éjjel két gép odaszort, itt lehet, egy csak két gép volt, vagy öt órán keresztül nem ment. Azt reggel újból indítottam őket, és mentek reggel, hát délelőtt. De az óra így, ugye, ugye nem mutassa 15 óra, de az nem az én óram szerint van, az Mit tudom, milyen idő szerint van. De mentek itt vagy 8 órát, és akkor az 1-es, az M1-es, az kikapcsolt, vagy egy fél órát, és akkor itt megint ment, vagy 4 óra, at, 5 se akkor még egy 50 perc, egy óra lent volt. Tehát vagy háromszor kellett újból indítsam azt, azt az 1-et, és még egyik képet, még a 2-es, az M2-est egyszer. Tehát elég sima volt a mai nap és hogy lássátok, invalid share 0, valid share 100%, szépen hesserünk az M1-es 136 tal M2-es 169. Érdekes az, az m 2 és az M3-as ugyanaz a gép, nem, nem tudom felfogni, mondjátok meg, hogy mi a, mi lehet itt a csal, mert nem értem. Ha van egy, egy, egy homályos gyanum, tehát nézd meg, 170-nál hessél az M2-es, 140-nál az M3-os. What the fuck, man? És ha megnézzük, eh, 135-tel az M1-es, 52-vel a... Tehát jó, 130, 136, jaj, 120, 130, tehát átlag, Átlagban ilyen ki az M1-es út. M2-es. Tehát minden az M2-esbe és az m 3 asban is uh, 6 darab uh, RX470-es msi van. és uh, ez, ez 150 körül, tehát az átlag 140 valamiben jön ki, úgy ahogy ott mutassa a púlna és az M3-os. Hol vannak az átlagok? 150. ennek még kevesebbet mutat. Ja, nem te, nem tudom, össze, van, vagy, össze vagyok keveredve, vagy én vagy a, valami. A másik volt gyósabb, lássátok a kártyákat itt, 23-24. Ja, ez, ez lassabb, nem, nem tudom. Mindegy, az egyik lassabb, mint a másik, és ugyanazok a kártyák vannak benne. Ja, érdekes, ez a lassabb. Az M2-es a gyorsabb, na. Ja, ja, hülye vagyok, M2-es a gyorsabb. Össze vagyok közben, itt keveredve egy kicsit számokkal. Ja, és az M2-esben ja, annyi a különbség, tehát ugyanaz a kártya, ugyanaz az alaplap, proci minden. Annyi a különbség az M2-es, -e, és én, e, ah, megint hülyeséget mondtam. Tehát annyi a különbség. Az alaplap különbözik. Mert az M2-esben van az S-Rock H97 Anniversary, és egyik kártya be van szúrva az alaplapba, és a többi pedig szallaga, szallag, van. És ezt fórumokon olvastam, akik próbálkoztak, hogy ha egy kártyát, minél több kártyát tesz az alaplap annál jobban, annál gyorsabban menjen. Ez az éternél nem volt -e így, de az ékesnél így van. Legalábbis a Genoil programnal, aztán claymore ki tudja, hogy lesz. Amúgy Claymore azt mondta, hogy ma kommentelt a fórumon, hogy még egy-két nap, tehát csütörtök péntek a hétvégéig meg lesz a Claymore, de addig ezzel megélünk. Na, de nézzük, hogy akkor mit arattunk. Tehát nézzük a payout itt itt. Cash. Kest, tehát annyit csináltunk ma. 0,0589-et, tehát majdnem 0,06-ot. És 5, 5 paymentet kaptunk. Tehát itt láthassátok 0011, 0012, 12, 12 001. És ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, bocs, az első ez már átmegy a másik napra, a harmadik ára. Tehát 5 payment volt. A hát 30-án volt 2, 31-én 3, és elsőn 4, másodikán 5, és hónap lehet, hogy lesz 6. Ha menne mind a 4 gép, akkor lenne 6. És ugye ma is egy kicsit többet tudtam volna keresni, hogyha a, ugye a nap első felébe itt, itt lehet látni, ugye tehát, hova adtunk, itt, uh, itt van a 0 óra, 23 óra, tehát 0 óra, itt van 16 óra, tehát itt a kiesést lássátok. Na, úgyhogy a 006 nál többet kéne keressek, és azt igazolja a, a, a program is, tehát nézzük meg gyerekek, hogy mennyite Mennyit lehet aratni naponta 500 hessel? Áramot mennyit fogyasztunk? 1500-en, 1800 wattot. Nagyon kevés áramot fogyasztunk 8 centtel. Ó! Oh, édesanyám, havonta 3500 dollár! <laughs> Azt a hely, másfél hónap alatt vissza van térülve az összes költség, amit a bányagépekbe fektettem. Hát ha? Ha mondjuk ez fog csökkenni ez a profit. És uh, Ugye ez csak hozzává tőleges, tehát a 0.12 jelenleg nem hiszem, hogy meg lenne. Szerintem a 0... 0.08, 0, 0.09, hogyha 4 400 teszünk be. Tehát kb. én annyira -e a 0.09, 0.08-ra naponta. Tehát uh, egy ilyen napi 80-90 dollár, ami nem rossz úgyse, de viszont azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy a, a minél jobban telik az idő, annál profitabilisebb lesz, mert le volt szükítve az elején, kevesebb, kevesebb blokkot kapunk, és 30, az első 30 nap ugye slow start, tehát így fog növekedni. Úgyhogy, hát persze majd az, az is fog növekedni, emberek jönnek be, ugye minél profitabilisabb, tehát le van esve mindenhol, nézzétek meg a, az étel klasszik, hogy le van esve. Nézd meg, <laughs> nézd meg, mennyit csinálnék most. Mennyi hessem van most? 540 mega meg a hessem a 20 kartjából. Mondjuk tegyünk egy olyan 3400 wattot kb. Ja, 100 dollár, tehát megduplázódott a profit eh, ahhoz képest, mielőtt a zékes kijött. Eh, tehát mennyit csinálunk profit naponta, hogyha ételt bányásznánk 37 dollár, havonta vonta az dollár profit. Zékessel több mint duplája. <laughs> milyen fasz milyen jó kód a zékes ember. Ilyen ügyes vagyok, olyan jókor fogtam neki ennek a bányászásnak. Nagyon rá tapintottam a arra. Tehát le van, le van a rate, tehát ha megnézitek a, a statisztikát. Isten itt nem balfaszkodsz. Mit nyomok? Az ATC adsz, vagy az ATH stats, Hú. Tudjátok, hogy -e, mennyi volt ezek a számok? Ezelőtt egy héttel, zékes előtt. 700 giga. Tehát dupla alja volt. És a difficulty 9 vagy 10 terahes. Hol lehet itt a historit visszanézni? Na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy sokan ugye átmentek a zékesre, Difficulty nem lát visszanézni. Na mindegy, a lényeg az, hogy, e, hogy hatalmasat zuhant a, a difficulty. itt is a, az éternek 4500 4 GHz ennek, és fel volt -e. Mennyire volt fel? 7000-re? Vagy ez a hash, network hash rate. De a, a en nem a, coin Coinwarzon. A Coinwarzon lehet a legjobban megnézni, hogy e, a hash rate et és a network difficulty-t is cryptocurrency charts, network difficulty charts és itt meg lehet -e nézni a graphicoint. Ja tehát a lehó út fent én leponyott 100 tera estről 60-ra, tehát majdnem fele. Shown klasszik. Ez is. 9 millió... gazillióról... 4,8 gazillióra. <laughs> Nem is néztem a zekket, betettékem e man. Milyen beszéd. És a zeknek ugye fordítva lesz, tehát a zeknek most menjen felfelé. De megy fel a difficulty, tehát itt kezdtük ne lán, 16, 50, 100, 90, na most lenne 80. De megy fel a difficulty, de viszont megy fel a, a kereset is, tehát a, a profit. <laughs> na jó akkor nézzünk be ide az exchange-re. 1,25, ja tartottam a nagyjából az arat, 1,3 körül mozogott, 14 volt a max. De, ha bár itt mutasson, 24 óra haj, 21 a tegnap, tehát ez volt a tegnapi haj, és a ló az 1,18, nem ment 1,18-al az utóbbi 24 órába. Ez nagyon fasz, hogy tartsa arra a te. E -e -e. Na jó, akkor nézzük a... a Throwboxba be szoktok ettől kell nézni, annyi hülyeséget ott mondnak. De akkor nézzük... A, a laska gyerekek. Tehát a minap, amikor mutattam, mennyi volt 280 dollár, most kivettem, áttettem a Coinbase-re már a bankszámlámon van, és most jelenleg van ennyi 135 dollár, az, az utóbbi két nappal jött be ennyi. Most azt csinálom, hogy minden nap, minden este kikesselek, és most, most utalom ma a bitcoint, azért, hogy, hogy tudjam így felmérni, lássam, naponta mennyi jött be, így a legkönnyebb, hogy lekövessem. Na, de itt van a tehát az utóbbi két napba jött be ennyi, közel 140 dollár, tehát ja, majdnem 70 dollár naponta, 65 dollár. De nem voltunk ugye teljes gőzön, mert, mert nem ment jól a, a program meg, tehát volt, volt sok kiesés. Úgyhogy ennél többet meg tudtam volna csinálni. Ja, két nap alatt lett volna közel 200 dollár. Ja, jelenleg nap, napi 80-100 dollár megjön, úgy néz ki. <laughs> Mekkora királyság, mondjátok meg, milyen ügyes vagyok, milyen okos vagyok, hogy ezt megcsináltam. Sok fucking troll le lebőgött az anyátok istenit. Ha? Hó vagy most, német János? Hó vagy, hó van a bocsánatkérés? Sok fucking troll, hó vagytok? Ciao. Na mindegy. <laughs> Tehát itt van látod. 1, 2, 3, 4, 5. Tiszta, ugye össze lehet hasonlítani. Uh, Hó van. És itt van a withdrawal history. Tehát ezt a tegnap annyit tettem, a Coinbase rá, ez volt a 280 dollár. És azt is meg tudjuk nézni, hogy mennyi mennyit adtam el őket hát itt a ló mutassa na kicsit az internet le van lassúva, come on <laughs> oké okay. market trades Ja, itt itt mutassuk, hogy, hogy mennyit veszik, adják az emberek, és mennyi összeget. És majd rejtsz akkor, hogy amit te, te vettél, vagy te adtál alá És itt van, ne. Ma mennyit adtam el? 1,3, 1,3. <laughs> Tegnap, mikor megugrott 2,2, akkor adtam el. Ja, itt a, az elején 7-ét adtam el, 5-ét adtam el, 3-ét, 2-ét. Amikor lejt 0,8-ig, akkor megálltam, akkor már nem adtam el. És következőt már, akkor most már nem adom el, amikor lent van az A. Kicsit várok, uh, úgyhogy uh, ja, ezzel kell játszodni. Na, de jó, ja, fasza, fasza, az élet a banyába, gyerekek, és nagyon izgalmas. Képzeld el, milyen, milyen nagy dolog ezzel nekem. Nem kell, elmenjek most, és uh, a munkát. Hát néha így is elmegyek, ugye, mert, mert még kell a pénz a formfejlesztésére, de most mehetnék nyugdíjba, tehát ennyi az élet sikerült, és napi 80-100 dollár, bejön havi 2-3 ezer dollár, és baszok a világra, élek, mint Marci hevesen, fekszek ki a függő kész. Ha, ha, ha. Á, gyerekek, gyerekek. Na jó, pár száz lát egy hét múlva mindenki, aki az éterről ide, és akkor padlót fog a, profit. De akkor tudjátok mi lesz, akkor az lesz, hogy egy része egy embereknek visszamegy éterre, és klasszikus éterre, tehát vannak opciók, ezt szeretem most, ott van három szolid opció, éter, éter, klasszik, zikes. Monero padlón van, Bitcoin padlón van, a bar most ott is csökkent, úgy néz ki a nehézség. Digikes minuszba menjen Lightcoin. Ja, Litecoin nem olyan rossz, de az kell vegyésén. GPU gyerekek a videokártyába ja, vannak, a processzorba és az altcoinba a jövőit most. Úgyhogy, ja, ja veszek-e még, még 50 darab videokártyát? vagy százat. Ha, ha, ha. Ha. Azt a tó, vagy úristenit. Na jó, nek felküldják le, mert kettő óra van megint hajnalba. Ha. Ha. Oké. Okay. Hétvégén Hétvégén kijön Claymore, bélövöm mind a négy gépet. Vettem még négy videokártyát, ma megrendeltem a Jet.com-ról. Meg lesz a 24 videokartja. Hétvégig látnám, de a hétfőnk át, de én itt lesznek be lesz lőve stabilon mind a négy gép, fogok hesselni. Mányi most hesselek 500-zól, akkor fogok hesselni 600-zól. ha <hállítható> uh, még, még, kell vegyek, ember, még kell vegyek. Őrület most... De uh, hát, hát, de hülye lennék, ha nem vennék, ha ne basszatok meg. A négy riggel fogok csinálni napi 140 dollár. Takor építek még 4 esernapi 300-at, és a billencs meg lesz, ha van 4000 dollár, ha 3 hónap alatt uh, 10 10 000 dolláros billenchet veszek. <coughs> <coughs> ha uh, easy money gyerekek, easy money, doo la cash, doo la lee, olyan szép az éj láti, nagy jó. Na jó. Megdőlök meg. Csak anyótól, Eti? Mit csináltok, ha nem ezt csináljátok egyebet? Veszitek ki a videók artya Á, eh? kell adni mindent, a videót, a televíziót, a házat, az autót, mindent, az asszonyt, az anyóst. Hitát felvenni, az ördögnek a lelkedet eladni. Ó, oh, gyerek. Azért csak óvatosan, na, nem kell durvulni. Csak annyit fektes bele, amennyit megengedhetsz, hogy elvesz is. De nem veszítted el, hogyha ha már nem megy eladod a kartja, akkor egyszerű, és nagyszerű. Éljen a bánya. <laughs>